Hát sziasztok, üdvözöllek titeket itt, mint teljes családot a stúdióba. Ti még így nem voltatok így hármasban vendégek. Sőt, azt hiszem, hogy ezen a kanapén még talán a Varga Robiék voltak két nagyobbacska gyerekkel. Szóval, hogy Mátét üdvözöljük, a 7 hónapos Mátét üdvözöljük itt a stúdióban. Jó. Na meséljetek, mert hogy ugye beszéltük ezt, amikor terveztük Gergővel, és mondtuk, hogy ez a műsor valószínű spontánabb lesz, igen, mint ami lenni szokott, mert hogy a gyerek meghatározó. Igen, a gyerek egy kicsit na, ki az élet minden területén egy picit tanít türelmet, meg alkalmazkodást, meg egy kis spontaneitásra való hajlamot. De azért mi, tehát egy Mátéról csak jókat tudunk mondani, egy nagyon egyszerű gyerek, akivel mondhatom úgy, hogy együttműködő, ha egyáltalán ilyet lehet mondani egy 7 hónapos gyerekre, de szóval nincsenek nálunk ezek a nagyon klasszikus, szét a ház, rohan minden, mindenki fáradt, karikás hát, szemű. Ugye se őt, se titeket, akik mindenhova gyerekkel mentek, nem kell bemutatni, tehát a fővárosok pontosan tudják. Persze. De azért érdekes ez a mostani időszak, mert mondtátok, hogy elérkeztünk egy határvonalhoz, nevezetesen, hogy Máté fölállt, és elkezdett járni. De már sehol nem lehet ott hagyni, mert mindenhol feláll, folyamatosan feláll. És hát igen, eddig egy rendezvényen letetted, és két percre most ott már lehetett. Nincs, igen, most az az, amikor egy pillanatot sem lehet. Most az az idő. De mindent vele csinálunk. Tehát mi vele járunk rendezvényre, otthon benne. Én azt szoktam mondani, hogy az ő életének ugyanúgy része a networking szakma, mint az enyémnek, ő ebben nő bele, ő a rendezvényeken nő fel. És nekem mindig is egy nagy vízió volt, mikor láttam még korábban azokat, akik már szülők voltak, és a rendezvényen nőttek fel a gyerekeik, hogy lehet, hogy ezt az üzletet lehet gyermek mellett építeni. És nekem ez mindig nagyon-nagyon fontos volt, mert terveztem már 6 évvel ezelőtt, azon gondolkodtam, hogy majd mi lesz, amikor gyerekem lesz. Mondhatni, hogy az egész vízióm ez volt. És már tényleg, hogy Gergős meg nagyon együttműködő, tudunk otthonról dolgozni, be tudjuk osztani az időt, tudok vele is dolgozni. És amellett, hogy jár, még mindig azt mondom, hogy megoldható. Amit Gergő is mondott, amit Gergő is mondott, hogy nem érezzük azt, hogy nem tudnánk pihenni, vagy nem érezzük azt, hogy semmire nincs időnk, nem érezzük azt, hogy nem fér bele a munka, hanem mi pontosan úgy érezzük, igen, kell hozzá időbeosztás, kell hozzá tervezés, és kell hozzá spontaneitás, mert azért a gyerek nagy rendező, de mindezzel együtt én azt tudom mondani, hogy kiváló. Kiváló az életünk, mind a családi, mind az üzleti. Tehát mondd, Barbi, ott lehet az érőt hagyni, vagy ott lehet másnál hagyni, barátnőnél, nagyszülőnél, testvérnél? Ott lehet hagyni egyébként, de mi nem meg az a hátránya, hogy nagyon sokat van veletek, és hogy akkor tényleg csak veletek. Nem, sőt, pont azt látom, hogy mivel az első perctől kezdve visszük rendezvényre, jönnek hozzánk, rengeteg vendég, rengeteg ember között van, ezért hihetetlen... Hihetetlen laza, barátságos a gyermek, nagyon nyitott, ezt a szót kerestem, nagyon nyitott személyiség, bárkinek a kezébe oda tudom adni, tehát most odaadnám neked, most egy kicsit izgálga maskát föl, de odaadnám neked, és ugyanilyen nyugodtan el lenne a teöledben is, és rendezvényeken. Hát azt látom is rendezvényeken, hogy mindenki kölcsön kéri. Igen, azt tudom néha, kinél van, kézbe jár, és mindenhol nyugodt, és mindenhol boldog. Még majd megérjük, hogy bemondjuk a rendezvényen, mint a strandokon. De mindenki fog is járni, tehát Mátékát várjuk a főbejáratnál, keresi édesanyja. Valaki, ha látta a másik Mátét, akkor itt várjuk. Na, egy kicsit annyiba fordítsuk komolyabbra, hogy akkor hogy néz ki azért ez a tervező nálatok, így amióta van gyerek? Ami nálam fontos rész, egyrészt, hogy nálunk van minden nap, főleg ha otthon vagyunk, akkor van olyan, hogy apa Máté idő. Ez olyan 2 óra, mondjuk néha 2,5 óra. Amikor nekem fixen fókuszált munkaidőm van, mert tudom, hogy ők együtt vannak, ők olyankor játszanak, együtt töltik azt az időt, és egyrészt ez ugye minden napunknak egy része, amikor tudom, hogy én fixen tudok tervezni munkaidődbe. Aztán nyilván valamikor alszik, akkor is tudok dolgozni, és ami nekem fontos, és ez fura, sok édesanyja ugye azt mondja, hogy amikor a gyerek ébren van, akkor csak a gyermek, és akkor nem nincs még a networking munka sem. Én nem ilyen vagyok. Én azt szeretném, hogy amikor ő ébren van, akkor is legyen olyan időszak, amikor dolgozom mellőle, tudja, látja, és olyankor ő is elfogja meg. Olyankor az a feladat, hogy játszani, meg mellette dolgozom például. De ez azért melletted. Tehát mellette? Nincs az, hogy rácsukjátok a gyerekszobát, hát nyilván van, nincs. Ölembe van, és úgy konzultálunk, hurciba rajta van, és úgy konzultálunk. De hogy van olyan rész is, amikor úgy dolgozom, hogy ő ébren van,
Meg természetesen van én, amikor 100% játékidő, és akkor én teszem le az üzletet, és akkor csak Máté van. Hát ugye igen, mondod ezt, hogy a Foreverbe bevezették sokan ezt az én idő című dolgot, ezt a szabadidőt, de akkor nálatok az a klasszikus én idő nincs. Van Máté idő? Ne, abszolút. Illetve Gergő idő, meg Barbi idő? Persze, igen, van, mert én mondjuk igénylem is kifejezetten, tehát én nagyon szeretem, hogy vannak, és hogy tehát én szeretem az apa szerepet, de nekem van olyan, amikor egyszerűen eljön a pillanat, hogy magamra kell zárjak egy ajtót, és tök egyedül kell, hogy legyek. De valószínű, ezt jó tanácsként is megfogalmazhatjuk, mert tulajdonképpen mindenből be lehet sokalni. Valljuk be. Abszolút. Tehát, és sokan beleesnek ebbe a hibába, hogy nem, ha nem hagy magának időt. Igen, és mi mielőtt ugye eldöntöttük, hogy szeretnénk gyerkőcöt, azért mi beszéltünk arról, hogy azért nem szűnhet meg a klasszikus szerep. Tehát, hogy nem ön, tehát a Barbara nem csak anya, én meg nem csak apa vagyok, és akkor, hogy mondjam, szóval, hogy mi egy ilyen egyenlő kapcsolatra törekszünk a Mátéval. Hogy ne az legyen már, hogy ő mindent meghatároz az életünkben, és akkor mindig az van, amit Máté akar, és hogyha Máténak valami az eszébe jut, akkor mindenki ugrik meg. Igen, mert ennek irodalma van ma már, hogy a gyerek az tud zsarnok lenni. Abszolút. Tud zsarnok lenni. Csak mosolyog. Igen, hallottam én is. Igen, rád azt mondták, de nem. Ne aggódj. Dolgozunk azon, hogy ne így legyen. És hogy ugye azért marad egy csomó minden olyan dolog az ember életében, ami tök fontos a gyerek mellett, tehát párkapcsolat nyilván az is egy olyan dolog, ami nekünk fontos, hogy maradjon erre is időnk, amiben Máténak nem nagyon van szerepe, abban a pillanatban ott, és akkor az alvás miatt is, hogy aludjon külön, erre is igyekszünk figyelni. Aztán néha nem így van, mert ha éppen egy olyan estén van, hogy köhög, meg 42-szer ébred fel, velem szeretne lenni, vagy velünk akar lenni, akkor meg olyan is van. Tehát mi igyekszünk reagálni arra, hogy ő mit szeretne, annak igyekszünk a lehető legjobb dolgot megtenni, hogy ő boldog legyen és szeretve érezze magát az életében. Ugyanakkor van olyan is, amikor egyszerűen ott letesszük a földre a játékai közé, és másfél órát játszik nyugodtan és csendben, és éppen nincsen semmire szüksége, és akkor ő jól ott vagyok körülötte. Nyilván körülötte. Tehát én megszoktam azt, hogy tudok, amikor ő játszik, akkor tudok mellőle dolgozni. Ezt ő is megszokta, tudja, hogy ott vagyok. Nyilván ő van a középpontban az életünkben, meg azt, hogy neki minden tökéletes legyen. Válaszkész nevelésben neveljük, tehát válaszolunk az ő felmerülő igényeire, és nagyon-nagyon odafigyelünk rá. De közben azt tudom mondani, hogy elég tudatosan élünk, és azért hál' Istennek mind az üzlet gyönyörűen halad, és tudjuk vezetni, mind a háztartás, mind a párkapcsolat, mind az egyéb kapcsolatok, tehát egyelőre azt mondom, hogy megy. Nektek januárban meglett a szóring, és akkor hogyan tovább? Tesszük a dolgunkat tovább, mint eddig. Tehát ez egy fantasztikus dolog, egy csodás csapatnak a jelképe, egy szóring minősülés. Én azt gondolom, hogy ez egy szép dolog, és meg is ünnepeltük, meg is ajándékoztuk magunkat a szóring kapcsán, tehát megéreztük, átéreztük a sikert, és hát megyünk szépen tovább, tesszük a dolgunkat, hisz mi nekünk ez egy hivatás. Ez mit jelent, hogy megajándékoztuk magunkat? Ez azt jelenti, hogy olyat, amit úgy, csak úgy a hétköznapokban nem engednék meg magamnak, nem azért, mert nem engedhetjük meg magunknak anyagilag, hanem mert van egy olyan fajta tudatosság, amivel építjük ezt az üzletet, hogy nem kell túl semmit sem, hanem ez én nálam ez egy iPad Pro, ami én nagy kütyümániás vagyok, és ez pont olyan, ami nélkül lehet élni, mert lehet, csak az ember nem, tehát úgy bennem volt, hogy nagyon szeretnék már, és akkor eljött a pillanat, hogy na akkor a szóringra, mint egy megvalósulásnak kaptál a jelképeként, így van pontosan, úgyhogy nagyon hálásak vagyunk a csapatért. Mi van milyen stáció vagy szint van a tervezőtökbe? Mi van kitűzve? Vagy még... Igazából így szintet nem, legalábbis az enyémben nincs. Hát ha szint, akkor egy szóring igaz szint, ami úgy gondolom, hogy az is következik, amint a májusba belépünk, akkor a következő évre ez a szint. Ez a szint az, ami... Na most ilyen. Hát most ilyen, igen. Hát gyerekek, ahogy beharangoztuk, hogy azért Máté lesz a karmester, tehát egy kicsit a spontaneitás. Úgyhogy vállaljuk fel a nézők előtt, hogy itt egy volt egy vágás, volt egy pici kis sírás, ez most elmúlt, úgyhogy folytatjuk, de a vége felé járunk.
Barbi, ugye ott tartottunk, hogy eagle soaring. Igen, tehát hogyha szintben, bár nyilván, ahogy Gergő is mondta, úton vagyunk, haladunk, és nekünk a víziunk az, hogy minél több ember életébe vigyük el a pozitív változást, meg van egy ilyen víziunk, hogy 1000 boldog család, ez 1000 boldog és sikeres menedzsert jelent az üzletünkben. De most a legközelebbi cél az nyilván az eagle soaring, ami májusra ugye el is indul, és nálunk a csapatban a menedzserek között központban van az eagle szint, a folyamatos teljesítés, a folyamatos példa, és ugye ez hozza ki azt a 60 pluszos menedzserek az eagle-t, úgyhogy az egész csapatnak ez a közös célja, mondhatom ezt. Jó. Gergő, végezetül azt kérdezném, lehet, hogy sokan kérdezték már, és unjátok, hogy terveztek-e kistesót, másik gyereket, mert ugye itt mindig ez a két nézet találkozik, hogy nagyon kicsi kor különbség legyen, mert az nagyon jó, vagy pedig épp, hogy teljen el egy pár év, hogy ő is legyen nagyobb, és akkor jön kistesó. Hát ugye mi nem vagyunk igazán fiatal szülők, tehát nálunk ez a nagy kor különbséges történet az nem nagyon játszik, tehát mindenképpen kisebb kor különbséggel szeretnénk majd egy másodikat. Mondjuk erre is azt szoktam mondani, hogy attól függ, hogy mikor kérdezik, mert van, amikor azt a választ tudom adni, hogy milyen kis testvér, tehát hogy szó nincs ilyesmiről. Valamikor pont elég. Valamikor ez az egy is egy picit túlfeszíti azt a húrt, amit az ember ezen a korban el tud viselni. Pont édesapámmal beszéltük, ha voltunk otthon, és akkor ott fürdettük a gyereket ketten, őnek én egy nagyon fiatal, tehát én nagyon fiatalon születtem, mármint, hogy ő édesapád volt nagyon fiatal. Mindenki fiatalon születik, ugye? Tehát, hogy mondtam neki, hogy ez a helyzet, hogy az ember, amikor fiatal, ilyen 20 év körüli, akkor még így mentálisan nem igazán érett a gyerekneveléshez, viszont fizikálisan jól bírja. Viszont amikor meg már mentálisan úgy készen van, akkor meg a fizikális dolgokkal kezd probléma lenni, tehát nem tudom, hogy mikor kellett volna ezt a gyerkőcöt vállalni, hogy fejben kész legyek a nevelésére, mert azt gondolom, hogy abban minden rendben van, de tény az, hogy ez már én egy picit ezt a fajta fizikális megpróbáltatást néha soknak érzem a gyerekkel kapcsolatosan, de azért ez hamar el tud szállni, és az egy-egy mosolya, meg egy-egy ilyen kedves gesztusa, amikor oda bújik az emberhez, amikor reggel arra kell fel az ember, hogy felemeli a fejét, és akkor mosolyog. És hát még nagyon sok ilyen kedves pillanat van hátra. Ugye akkor ez a kérdés nyitva marad. Akkor ez a kérdés nyitva marad. Mindenképp lesz második, legalábbis azon vagyunk, tervezzük. Igen. Hát és ahogy Gergő is mondta, mivel nem annyira vagyunk fiatal szülők, ezért hamar tervezzük. Ami most biztos az hogy ő van. Ő van, és az eagle soaring. Látjuk, prototípus jó lett, úgyhogy jöhet a második. És az eagle soaring, igen, ez egy ilyen célkitűzés. Aztán a többi pedig majd, ahogy az élet hozza. És az 1000 boldog család. És az 1000 boldog család. Hát köszönöm szépen, és akkor sok mindenre nagyon jó. Még beszélgetnék veletek szívesen, de Máténak a határait ne feszegessük. Köszönjük szépen a meghívást.